A környezeti fenntarthatóságról tartott ma konferenciát Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzata. A témához kapcsolódó előadásokat a veszélyhelyzet miatt online formában hallgattatták meg az érdeklődők. A három éves nemzetközi projektben 12 európai és egy dél-amerikai ország, ezen kívül több mint 20 partner vesz részt, a vezető koordinátor pedig az Európai Klímaszövetség. Nagykanizsa 2004-ben csatlakozott ehhez a szervezethez, melynek elsődleges célja a széndiokszid, mint üvegházhatású gáz kibocsátásának a csökkentése. A mai online konferencián a körforgásos gazdaságról, a hulladékgazdálkodásról és a város készülő klímastratégiájáról is szó volt. Balog László polgármester pedig vázolta az önkormányzat törekvéseit a környezeti fenntarthatóság területén. A stratégia fő megállapításait mutatom be. hát Ez egy hármas pillére épül. Az egyik a megelőzés szolgálja, ez a, a mitigáció, tehát mi mindig nagyon fontos, hogy a, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsük. A második pillér az alkalmazkodás. Hiszen most már vannak olyan olyan hatásai a klímaváltozásnak, amivel már nem tudunk mit tenni, de fel kell rá készülni és alkalmazkodni kell hozzá. Lásd például az elmúlt időszakban, itt nagy a környékén is leesett hatalmas mennyiségű esőket, hogy milyen problémát okoztak, hogy a meglévő csatorna rendszer ugye ezeket nem tudja, nincs fölkészülve rá, hogy ezeket, ezeket, elvezesse. És a harmadik pillér, ami szerintem az a, ennélkül a másik kettő nem is, fog, nem is működne, ez pedig a szemléletformálás.